Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Isten szeretet volt, teremtette az embert. Miután életre keltette az élettelent, nem egy kopár sziklára tette le, hanem a gyönyörű Édenbe. A Biblia első lapján írásba kaptuk, hogy Isten egy olyan szellemi lény, aki gondoskodik az emberről. Nem az ember alakította ki az Édent maga körül, hanem ajándékba kapta azt. Amikor nehéz napjaim vannak, amikor kilátástalan helyzetbe kerülök, ez az ige az, ami figyelmeztet arra, hogy az Úr tud a dolgaimról, és gondoskodik rólam. Értelmetlen dolog tehát aggódnom az élet dolgai miatt, mert minden az Úré, aki bőségesen megadja azt, amire szükségem van.